Ha szeretnél olcsóban vásárolni Rocket League itemeket vagy kreditet, akkor a legjobb megoldás erre az Eren Exchange. Minden platformon elérhető és nagyon egyszerűen működik. Ha fizettél és készen áll a rendelésed, akkor kérheted is az invet, a bot pedig azonnal odaadja, amit vásároltál. Használd a leírás tetején lévő kódomat plusz 3% kedvezményért. Gondolkoztál már azon, hogy 100 érdriblből mennyit tudnál belőni? Na és 100 flip resetből? Esetleg 100 flickből? Ma Barrussal pontosan ezt fogjuk kideríteni. Összeírtam a leggyakrabban használt mechanikákat, meg persze a double flip reset sem maradhatott ki. Minden shot elején meg fogjuk tippelni, hogy szerintünk a 100-ból mennyi fog sikerülni. Viszont még mielőtt belekezdenénk, a mai nap feltöltöttem egy videót a csatorna tagoknak, ahol 20.000 forintot fizettem egy coachnak, hogy coacholjon egy órán keresztül. Ha tudtok angolul és kíváncsiak vagytok arra, hogy miket mondott, akkor legyetek csatorna tagok, rengeteg plusz videó fog felkerülni a tagoknak. A jövő héten például 20.000 forint helyett 2.000 forintért fogom magam coacholtatni, és megnézzük, hogy mi a különbség egy drága vs egy olcsó coach között. Ha egyáltalán van. Na de elég a beszédből, kezdjük a rangtesztet. Ja, egyébként ha azon gondolkozol, ezt kipróbáld, ne tedd. Ez a rangteszt volt a definíciója az érzelmi hullámvasútnak, de ezt a videóban úgyis látni fogjátok. Az első, amivel kezdeni fogunk, az a Volto Airdribble, viszont a labda nem pattanhat le, és legalább háromszor hozzá kell érni a levegőben. Na, mire tippelsz, te mennyit tudnál 100 Airdribble-be megcsinálni? 90-et. Én amondó vagyok, hogy szerintem, nem akarok 100-at mondani, nagyon koki lenne, nem? Te csak elrontok már egy nem tudom 5-öt. Legyen hát 95. Legyen 95 szerintem. Én még azt hiszem, én vagyok a pöcs, hogy ilyen sokat mondok. Akkor jó. Én konfident vagyok abban, hogy tudok érdriblezni. Mi is éreztük, hogy ez elég könnyen fog menni, és a legnagyobb problémát igazából egymástak okoztuk. A negyedik fej. Ez a már össze? Mert neked nem a negyedik? Nem, nekem nem az. Ötödike most. De vagyunk csak egy, kettő, három, négy, öt. Figyelj, mert hogy tudsz ennyi számot megegyezni? Oh! Ott van, öt. Basz meg, lepott! Nem szabad resetelnem, hagyd abba szólni! Az vagy, most így csinálgatom, nem tudom elképzelni a szituációt, hogy én egyet is elroncsak. Biztos, hogy idővel, hogy fáradok. Na jó, megy átmegyünk a másik falra. És te most ne izgulok. Aha. Akkor átmegyek én is. Hajjaj. Aha. Amúgy nem ez elég stabil. Te mennyire tartasz? Szerintem csak ötnél. Én most vagyok ez a... Ez a... Ne! Úristen, kis flip resetet beleviszek már a 12. try-ra. Beszarás, hogy mennek itt. Várj, én végig mondogatom a fejembe, hogy mennyire járok. Igen, én is. Úgy néztek őt egy izé sorozat gyilkos. Jó. Mi, ez mi volt? Hát nem tudom. Ennyit maradt valami a háttérben. Hát én azt hittem, hogy fingottad, és így megkönnyebbültél, vagy nem tudom. Nem, ez könnyű, nagyon bro. Azt mondom, hogy nem, az egy trollkodásba hibáztam 4-et eddig. Ez a 35. Ne mondjál számokat, mik a számolok. Azt mondjátok, chat. Na jó, flip reset. Az GG mondjuk. Na jó, trollkodok, nem, ez az, hogy beleunok a rendes érdőből, elbasztam, egyszer. Aha, ez már most rossz. Vaj, menedzseljük. Oké, nem menedzseljük. Na jó, turtle reset? Na jó, nem. What? Meredekebb. Megnézzük egyet, egy turtle reset airdribble-t. Aha, turtle reset airdribble. Várj, akkor ez a második try. De annyira könnyű rendes, hogy fel akarom majd izélni. Meg akarom spékelni. Oh! Elfelejtettem, hogy kell flippelni. Annyit érdemből össze, hogy nem tudom, hogy kell flippelni. Elrontottam, ezt nem hiszem el. Én még ha falig se jutok el. Várjunk csak itt egy picit. De jó, nem tudom felvenni a fáradat. Jó, most jó. Akkor ez lesz a try, második try. Aha, még megyek. Akkor gondolom ez egy... Én magtofa bele ne csempészek valahogy. Attól félek én is. Én belecsempésznek valamit, a tippem az rosszul sülnám. Hopp, belecsempésznem egy resetet. Ó, de szép. Én már nem merek ilyet csinálni. Nem tudom, hogy kell flippen, egyszerűen elfelejtettem. Azon kaptam magam most egy tátagok. Várjál, így random, nem jön ki hang a számon, csak jár az arcom. Mi koncentrálok. Jár az arcom, yes. Mi van, mi szedek? Megtámadtak a gondolatok, nem jó. Adjatok. Új izadok, ember, ez nem jó. Ne nevettesse, jó? Bocsáss meg. Szóval a 4, igen, igen, igen. Nem, nekem ez a 6. bocsi. Jó, akkor nekem ez a 8. De mennyire jártam, bassz meg? 4-nél. 5, jó. Ne, hát ez nem én már. Lámpak nem az erősségem. De nehéz szülés volt ez. Miért indulok ennyire hátulról a kapumból? Isten, de merész. Ja, de nem, nem úgy. Így a labdát én is csak az automat lekázolra spónolt. És azt reklamáltam. Jó,
Jaj, hogy tényleg ennek a fázis. Persze, felkérdeztem a gémet, hogy mi ez a spawn. Na jó, flippiszot. Na jó, csík. De! Mi a fasz? Mit csinálok? Miért csinálom ezt? Megvan neked? Mi? Nem, neked ma megvan? Nem, de hogy úgy értem, hogy belőtted, az nem reset, bazd meg. A büdös k***jelben is szeltem. Úgysorra pedig egy flip reset must, és hogyha ha bemegy, akkor 91-et csináltam jól, hogyha nem, akkor pont annyit, amit tippeltem. Azt a baszta! Úgyhogy ja, ez a Volt Eldrőből nem igazán okozott problémát, de a sok hülyeskedés mellett azt hiszem nem meglepő, hogy kicsit elszámoltuk magunkat. Barus 91-et lőtt be a 103-ból, én pedig 93-at a 97-ből. Viszont egyetlen egy dolgot nem realizáltunk még ekkor, hogy itt voltunk a legboldogabbak. A sok öröm, a nevetés, amit megosztottunk egymással, eddig tartott, mert következett a flip reset. 100-ból 60. 100-ból 60 flip resetet tudsz belőni? Nem, hogy hülye vagyok, tesó, 75-et. Amúgy szerint. Bár most vagy 70 vagy 75-et akartam én is. Tudom mit nem. Konfinált leszek, 80. Na kezdjük. Szurkolok, hajrá. 5-esével megy is, vagy 10-esével. Az elsőre nem kaptam resetet, bazd meg. Ezt nem hiszem el. Jó, bent van, fú, bazd, mi majdnem eltrakadtam, mert kételkedtem a resetem létezésében. Mi? Ez ilyen könnyen elrontható? Mi van? Na jó, várjál. Azt nem vagyok normális. Hát soha 50 se lesz meg szerintem. Mert hülyén állok neki, normális vagyok amúgy. Rámegyek. Egy. Tács, oké. Okay. Tehát eddig 6-ból 2 ment be. Bro, nekem 3. De most egy jó. Igen, mert a sok érdéből után már eleve úgy setupolom magam, mint egy érdőre mennék. Elbaszom. Irányítsuk csak át az agyunkat. Nem kaptam resetet? Hát ezt nem hiszem el amúgy. Hú, ez nagyon próbálok nem ideges lenne, de ez k***a idegesítő. Igen, Gacs, nem tudok belőni egyet se. Én se. Tehát nem konfi a setup, vágod? Uff. Hát ez biztos. Ugye double-ra megyek, mi a fasz csinálok, ember? 30. Oszta mindenit. Na, kettőt egy húzamba elrontok, ez hogy lehetséges egyáltalán? Jó, azért mondom. Aj, 3-at mi van? Jó, az nem jó. 4-et egy húzom beárontottam. Nem jó. Jó, elbasztam 5-öt egymás után. Én nagyon gondolkozok, hogy végezhessek most itt mindennek. Ez nagyon rossz. Emlékszel, hogy milyen boldogok voltunk az érdőbőlnél? Igen, ez így megszűnt bennem, tehát hogy... Ne! Nekem végleg megszűnt. Ember, ezt... De ki vagyom? Esküszöm neked, hogy double flip-szebből többet tudok csinálni. Havajján. Hát én szerintem igen. Na, én nem. Meghal a kamerám, meghal a kamerám. Na jó, GG. 5. Neked szokott ilyen egy reset, és így bemegy a kocsid alá. Szokott, igen. És így... De miért van ez? Szerintem szar a játék. De, aha, tényleg az az Oli? Ezt nem vállalom fel. Ezt azért belősz egyet-kettőt? Ja. Kettőt? Majd lehet így kérdezni. Hát de tényleg, na várj egy kicsit. Az a baj, ez szerintem közelíteni fog egy 50-50-es rátához. Tehát nem, hogy 80, mint amit én guesszeltem. 50, tehát hogy nagyjából annyi lesz. Hogy volt pofám nekem 80-at mondani? Én már csak ezen gondolkodok. Mi beszélt erre, hogy 75-öt mondjak? Meg így leégetem magam. Ez egy szomorú reality check amúgy. De ne mondj ilyen! Ez most nagyon lehozott az életre. Valószínűleg most eddig mosolyogtam ide, hogy mindentől pókerfészget. Igen, hát ez tényleg nem sikerült olyan jól, Barus 44-et lőtt be a 100-ból, én pedig pontosan 50-et. Viszont hát, ha a következő mechanika felvidít majd minket, ugyanis jön a double tap. Itt is csak annyi a kikötés, hogy a labda nem érheti a földet. Tudom, hogy legyen 50. 50-et meg tudod csinálni, szerintem. 50-et? Mm-hmm. Aha, mondok 40-et. Igen, ez nekem egész jól indult, Barnusnak viszont már kevésbé. Jó, rájöttem, hogy kell. Innentől 10 percet belövök. Megállt a gólvonalon. Vágod? 7-ből 1 eddig. Nem. Hát szurkolat neked nekem, itt már nem lesz a videó kijöttével, én el leszek könyve, vagy nagy fasznak. És akkor mi van, bro? Hát, az a reputációm, amiért több évenkezt dolgoztat, itt lemegy.
megszűnik a tisztelt, ami a nevemet övezi. Abba gondolj bele, hogy még az egy ötödénél vagyunk csak, tehát ez igazából még lehet simán egy nagyon jó. Én ezzel vigasztalom magam, Pici. Hú, én is próbáltam, de ahogy most olyat misztáltam, hogy még engem most semmi nem vigasztal. Te írod a rosszakat amúgy? Nem, írja a halál, depressziós lennék. A speed, ez nagyon a speedy lett. Igen, itt minél gyorsabban csat, annál nehezebb egyébként. Ember, még egy ilyen történik, hogy a golvonalon megáll, de úgy, hogy a fele bent van, a fele nem. Tehát ilyet nem is tudta, hogy lehet így. Hiányzik az az idő, mikor mi boldogok voltunk kérdőbelezés közben, komolyan. Tele, én azt hiszem, hogy az még nem a peak, de kiderült, hogy az a peak. Igen. Kapufa, de ez azért van, mert gyorsan akarom belőni, meg így... Aj, nem tudom. Ajjajaj, de szép, végre valami. Végül Barnosnak 41 sikerült a 100-ból, nekem pedig 73. És hát én itt csak 50-re tippeltem, látszik, hogy a Flipriszot mennyire elvette a konfidenszem. Ezután úgy döntöttük, hogy holnap folytatjuk, mert már eléggé későre járt, csak hogy értsétek, miért van rajtunk teljesen másik póló. Na de új nap, új remények, a következő nem más lesz, mint egy nagyon alapmechanika, a Flick. Viszont ami nehezítés lesz, az, hogy a 100-ból 50-et balra kell flikkelni, illetve 50-et jobbra. És úgy egyeztünk meg, hogy legkésőbb ennél a vonalnál el kell kezdeni a flikket, különben a hibának számít. Tippeljük meg, hogy mennyi sikerül neked szerinted 100-ból. Há, amúgy 40. 40 flik? Hát bro, arról nem tudok. Jó, akkor 40. Várj, most mi a... Ezt elbizonytalanodtam. Hát most érted, a flipriszetre bekallottunk ennyit, és nem akarom tudni, hogy mennyi lett. Jó, akkor nekem legyen 50. Az elején én balról kezdtem, és az első 20-at gond nélkül be is lőttem. Utána persze megtörtént, aminek meg kellett történnie. Ja. Oh, kihagytam egyet, mi van? Hát én már nagyon sokat kihagytam. Kapufan, na jó. De valami... Ez nem ér. Ezt meg kivágjuk. Baszik, mi... Ez nem megy be! Nekem balra. Egy. Amúgy sokkal könnyebb, mint jobbra szerintem. Az hogy nem mond be? De lehet egy gyengébb oldalról kezd, erősebbről. Én fixed erősebb oldalról kezdtem. De hogy? Te soha már a harmadik vagy négyedik ilyen kipatan a kapuról. Hát én 10-et már biztos visszaeltem. Nem para. Azt meg lepattam, nem tudom elvigelni a kapuig, ember. Ne, kifele pattan, ezt nem hiszem el. Ezután áttértünk a másik oldalra, ahonnan Barrosnak akadt egy kis problémája. Zoli, megint, ezt nem, ezeket bele kell tedd a videóba, mert ez az előző felvételen is volt egy három ilyen, hogy megállt a golvonalon, de a három négyed bent van. Nem, ha ez olyan. Ah! Zoli megállt a golvonalon, úgyhogy a fele bent van. Végül én a 100-ból 82-t tudtam belőni, Barús pedig 64-et a 119-ből. Nagyon élvezhette a flikkeket. Szerencsére egy hasonló mechanika jön, a power shot, avagy hook shot. Mire tippesz neked, mennyi fog menni? 60. Szerintem nekem egy... nem akarok túl koki lenni amúgy. Te először... 80-at akarsz. 80-at akartam, de legyen inkább 70. Vagy nem, 75 szerintem menni fogunk. Nem akarok túl koki lenni, nem mondok 80, hát 75. Kicsit lejjebb itt lőttet. Na kezdjük. Ez igazából mind a kettőnek egész jól ment, és a mindkettőnk alap magamat értem. De amúgy felső kapufákra bombázom. Uh-huh. Valami is előfordul. Zsinórban a harmadik, lehet segítem. A negyedik! De kapufákat lövök. Amint kimondtad, olyan dupla kapufát lőttem. Na jó, hát ez egyre jobban megy, bro. Az elején még ilyen, emlékszem, 90-eket lőttem, mert nem mertem meglőni a labdát. Most már én aktívan 100 fölött, meg 110, meg ilyeneket lövök. Konzisztensen. Ez komoly. Nem, még egy kapufát lövök, véget adtak mindennek. A sok kapufa ellenére mind a kettőnek egész jó lett a végén, Barus 72-t lőtt be a 100-ból, én pedig 89-et. Ami ahhoz képest, hogy 75-re tippeltem, nem is olyan rossz. Az a rohadt Filippi. Na de viszont következik a Ground to Air Dribble, amitől én megmondom őszintén egy picit tartottam, de csak azért, mert nagyon ritkán indítok Air Dribble-t a földről. Itt értelemszerűen nem pattanhat, és legkésőbb fél pályánál fel kell ugrani, úgy, hogy legalább 3 touch legyen a levegőben. Na te mire tippelsz? 75. 75? Az nagyon nagy konfidensz, jó, oké, adom. Legyen nekem is 75 amúgy. Good luck.
Nozsa. Az elején nekem ez elég jól ment, szinte egyesre rontottam el, viszont utána tök random elkezdtem hibázni. Mit csinálok, ember? Hú, de elrontottam. Komolyan, ezt nem hiszem el. Kipincseltem a világ végére. Nekem valamire három tárcsa nehéz, mert olyan erősen ütök bele a legelején, hogy így nem tudom lekerülni. Én nagyon hamar felveszem. Barus nekem rosszul megy, nem fogok hazudni. Komolyan. Velem ellentétben viszont Barus meg alig hibázott. Meg az a bajom, hogy néha, ugye amikor jobb oldalt kezdek, igen, valamelyik oldalt, akkor hamar elindítom, és így fölé vezetem azonnal kb. Ja, yeah. Nem tudom, hogy kéne ezt. Három, nagyon jó. Na jó, dupla tapéta. Baszd meg! Még egy dupla tapéta. Ja, az nem szép. Ja, nem lőttem be, tehát ezek egyike sem ment eddig be. Ja. Végül Barusnak 71 sikerült a 100-ból, nekem pedig csak 66. Tök érdekes, itt mind a ketten azt hittük, hogy ennél többet tudunk csinálni. Na de az utolsó előtti következik, mégpedig a ceiling shot. Hallod, szerintem én egy 80-at levállalok. Ajá, azt mondjuk merészebb, én mondok egy 60-at. Komolyan? Aha, szerintem mind a harmadikat lövöm be. Na lássuk. Amint tudod, mit csinálok? Ceiling masszikat, mert rohadt konszisztens vagyok. Nagyon jó a kontrolom, ugye ezt jó, hogy csináljuk valami, mert ezt fejlődök. Az biztos, pláne amikor már tényleg egy 90-nél jársz, akkor már az elég konzisztens általában. Én itt mondtam, 70-et. 70? Nem tudom, mit mondtam. 70-et mondtam. Ja nem, te 60-at mondtál, én mondtam ezért 80-at. Okay. Att az Isten. Hogy áll a 80? Hát szerintem amúgy sehogy. Szerintem 20-at már fix rontottam. Vagy rontottam 20-at, lehet, hogy csak 10-et és soknak éreztem. De miért vég akkor fígy, maripa? Ja. Lehetek tapsi-hapsi, hogyha érted, hogy értem. Répem le a fejet, szóval. De kapufa. Amúgy non-stop izé jobb oldali falról csinálom, de balról szerintem sokkal jobban, mert csak a jobb oldali az nem tudom. Confib? Hát nem, egyébként a bal confibnek tűnik, de a jobbról csinálom, mert ott gyakoroltam, de szerintem a másik fal sokkal jobb lenne nekem. Nem tudom, a bal az nekem nem kényelmes, de onnan amúgy egész jó, majd nem hibáztam még balról. Ugye? Ugyanez. Lehet ott ilyen biztosabban csinálom, vagy nem tudom egyébként mi lehetett oka. Hát annyira biztosan azért nem csinálhattam, mert nekem mindössze 63 ment be, viszont csak 85-öt csináltam. Barusnak pedig a 100-ból 53-as sikerült belőni, érdekes, hogy itt is mind a ketten többre tippeltünk. Na de viszont következzen az, amire mindenki várt, a double flip reset. Emlékeztek még, hogy mit mondtam a rendes flip resetnél? Esküszöm neked, hogy double flip resetből többet tudok csinálni. És nekem ugye rendes flip resetből 50 sikerült a 100-ból, tehát minden másodikat belőttem. Hát kíváncsi leszek, hogy sikerül ezt túlszárnyalni, mert azért a double flip reset nem olyan egyszerű. Hát most szerintem hetet csináltam egy húzamba. Na de ne haladjunk ennyire előre, tippeljük meg, hogy kinek mennyi fog menni. Na mire tippesz neked, mennyi double flip reset sikerül a 100-ból? 15. Nem mondd már csak 15, de hogy is. Én nem játszok jól. Legalább egy 20-as, egy 20-as. Arra már is. Láttál már nekem double flip resetelni. Jó, akkor legyen neked 15. És az nagyon stresszes, na várjál. Az én tippem szerintem 40. Lehet egy kis sok, de megpróbálok egy 40-et. Na kezdjük. Bro, első siker. Az elsőt elrontottam. Nem tudok flippelni, mi van? Nagyon elszoktam, te hülye. Bro. Lehet rossz falra próbálkozok, ez bement. Back to back? De én meg back to back elrontom. Jó, mondjuk ez a könnyebb verzió. Tényleg. A tripla, egymás után három. Nagyon kemény vagy, ember. Valami rossz az irány, de legalább meg van reset. Ez volt 30. Fölé lőttem. Ne! Nem kapok resetet. Masti? Ott is van. Nice, nice. Klipitász is mellé, szép. Igen, azért nem annyira merek amúgy megmondom őszintén, de nagyon biztosra akarok menni. Ja, meg lesz neked a 40. Egyerül egész jól megy, aha. Szép. Hát most szerintem hetet csináltam egy húzamba. Ez a 8. nagyjából. Most megnézem, mennyi sikerül egy húzamba, aha. Oh, triple!
Hát ez 8. Nem kapok resetet, baro. Ez vagy nagyon goofy resetek, nem ilyen clean-ek ment, hogy a reset maga clean, csak ahogy az autóm utána milyen pozícióba kerül, így kifardul. Végre. Triple? Na jó, ezt letrolkodtam nagyon. Bro, ez könnyebben megy, mint a single flip reset, nem fogok hazudni. Nem mondod. Hogy könnyebbnek érződik. Kellett kimondanom. Passzom a tetón. Hopp, ott is a triple, nice. Bro, ezek már nagyon clean-ek itt a végén, Jézusom. Örülök neked. Nekem nagyon rossz. A perfect, a setup, perfect, minden. Örülök, hogy beadjuk az meg. Nem jó, valami. Az nem értem. Barnus végül mindezek ellenére 23-at lőtt be a 100-ból, tehát azért többet sikerült csinálnia, mint amire gondolt, hogy menni fog. Én pedig ugye 40-re tippeltem, és végül a 100-ból 60-at be tudtam lőni. Szóval nekem ténylegesen könnyebb egy double flip reset, mint egy single reset. Végezetül itt egy ábra, ami megmutatja, hogy ha mi rámegyünk valamelyik mechanikára, akkor hány százalék az esélye annak, hogy ezt be is tudjuk adni. Barnusnak és nekem is a Voltu air dribble a legerősebb, ami pedig ezek a mechanikák közül a legrosszabbul megy, az nekem a flip reset, Barnusnak pedig a double flip reset. És hogy milyen következtetés lehet ebből levonni? Az égvilágon semmit. Viszont ha kipróbáltad bármelyik mechanikát is, akkor írd le kommentbe, hogy melyikből mennyi sikerült. Plusz videókért legyen csatornatok, ha még nem tetted volna meg. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!